A makói kontinentálnál tömeges elbocsátások kezdődtek a tavalyi évben. Ezek gyakran méltatlanul és váratlanul érték az ott dolgozókat, akiket késztények elé állított a cég vezetése. Annyi volt, hogy az átszervezésbe nem fértünk bele. Ez volt a fölmondásunkban éve. Nem fértünk bele az átszervezésbe. 25 év után nem fértünk bele. Felvettem a munkámat, és ott szólt a főnököm, hogy fel kell menjünk az irodaházba, és ott szóltak, hogy nem tudnak tovább alkalmazni, átszervezés miatt nem fértem bele a létszámba. Igen, voltak több kollégák, akiket ugyanilyen módon küldtek el a cégtől. Az elkeseredett dolgozók a szakszervezethez fordultak segítségért, amely pedig Lázár János támogatását kérte. Az országgyűlési képviselő közbenjárására a város önkormányzata 4 millió forintot juttatott el a Gumiipari Szakszervezeti Szövetségnek, hogy hatékonyan meg tudják védeni a dolgozók jogait. Emellett január 17-ig várták azok jelentkezését, akik a további hozzájárulással is élni szerettek volna. Összesen 64 elbocsátott munkavállaló kereste meg önkormányzatunkat a hatósági csoporton keresztül. Pénteki napon leültünk a szakszervezet képviselőivel, egyeztettünk arról, hogy végül alanyi jogon, ha lehet így mondani, makói tartózkodási helyen rendelkezők számára mindenkinek egységesen, mind a 64 főnek, a 100 000 forintos támogatást biztosítjuk. Így 6 millió 400 000 forinttal támogatjuk a 4 millió forintos szakszervezeti támogatás mellett a szakszervezet képviselőit. Lázár János a sajtótájékoztatón kiemelte, az ügynek helyi és országos szinten is vannak tanulságai. Én azok közé a politikusok közé tartozom, akik a 21. századot nem úgy képzelik, és főleg nem úgy képzelik Magyarországot, hogy bármelyik ország, vagy bármelyik gazdasági hatalom gyarmatnak tekintsen bennünket. Tehát ha egy német munkavállalóval szemben nem engedik meg a kontinentál vezetői azt, amit Magyarországon megengedtek, amit a törvény tilt, akkor azt Magyarországon sem szabad megengedniük. Tehát szerintem vége annak az időszaknak, amikor a nyugati befektetők bármit megtehetnek az állammal, bármit megtehetnek a helyi hatóságokkal, önkormányzattal, és bármit megtehetnek a dolgozókkal. Magyarország már van annyira erős, hogy képes legyen megvédeni a munkavállalókat, és igenis föl kell mutatni egy stopptáblát azoknak a nyugati befektetőknek, akik az olcsó, kihasználható munkaerő érdekében jöttek Magyarországra, és ebből próbálnak versenyelőnyt kovácsolni. Hozzátette, nem tud példát arra, hogy az országban bármely másik önkormányzat ilyen mértékben kárpótolta volna a bajba jutottakat. Korábban javaslatot tett arra is, hogy a térségi települések is álljanak az ügy mellé. Nagyon bízom benne, hogy ez a pozitív példa, amit ugye itt a makói önkormányzat és dr. Lázár János tett, az ragadós lesz a kistérségen kívül is, ugyanis vannak ott is munkavállalók, akik ugye elszenvedték a munkáltatónak ezt a cselekményét, úgyhogy reméljük, hogy jó példa lesz a számukra. Nagyon szépen köszönjük a segítséget. Mint elhangzott, a polgármesterek január 18-a és 31-e között teszik majd közzé az ezzel kapcsolatos felhívásokat. Az elbocsátott dolgozók közül sokan a mai napig nem találtak munkát. Az eseményen az aláírást követően az ő nevükben is megköszönték a megjelentek a támogatást. A sajtótájékoztatót teljes terjedelmében ma esti híradónk után a Hét Híre című magazinunkban láthatják.